Itt az alakuló ülés után milyen lendülettel, illetve célokkal néznek az új ciklus elé? Hát ellenzéki politikusként nem lehet más cél, mint megmutatni a jövendő kormányhoz képest egy másik alternatívát, és annak megpróbálni többséget szerezni, azért küzdeni, hogy legkésőbb 18-ra kormányváltás legyen. Ezt hogy lehet elérni ellenzékként? Én az a politikus vagyok, aki inkább azt vallja, hogy minél egyenesebb beszéddel. A politika világát, a választók sokassága, hát hogy mondjam, kételkedéssel figyeli. A nagyon becsomagolt beszéd, a túl bonyolult szöveg, az nem egyértelmű kiállás, én szerintem nem segíti a választókat az eligazodásban. Talán az elmúlt időben is inkább arról ismertek meg bennünket, DK-sokat, engem személy szerint, ahogyan fogalmaztunk, hogy kimondjuk, amit mások körülírnának, és megtennénk, és megtesszük, amit mások megúsznának. Ezt a habitust kell, azt gondolom, megtartani, mert bármennyire is magabiztosságot mutat ez a kormány, az legyen világos, a többség a távozását kívánta. Azt, hogy ebből a többségből aztán, mert hogy megosztott meg, mert hogy ilyen a választási rendszer, nem lett kormányváltás, az nem azért van, mert az emberek akarták, hogy Orbán Viktor maradjon, éppen ellenkezőleg. Na most, ha ezek a folyamatok fennmaradnak, akkor előállhat az a helyzet, akár a ciklus közepére, hogy elmegy a választók nagy többsége a kormány mögül, ami a új helyzetet teremt. Ma mi az, amit ki kell mondani? Ma azt, hogy ez a kormány nem a választók többségének felhatalmazásával, nem szabad és nem tisztességes választásokon nyert, és ez a politika így biztosan nem lesz fenntartható. Az országban iszonyatos távolságok jöttek létre szociális értelemben, élet lehetőségek értelmében. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz fordulat kell. Én tudom, hogy milyen nehéz csinálni egy fordulatot egy politikában, és hogy mennyi kockázattal jár. Azt hiszem, hogy ez a kormány is, ha akarja, ha nem, szembe kell, hogy majd nézzen egy ilyen fordulatnak a megalapozásával, az pedig a legnagyobb kockázat minden kormány életében. Épp maga a köztársasági elnök mondta, hogy tiszta volt a választás. Hát sok mindenben nem értünk egyet a köztársasági elnök úrral, például ebben sem értünk egyet. Nem értek vele egyet, amikor ő nekem tanácsot akar adni, hogy miről beszéljünk és miről ne beszéljünk. Ő szerintem most fejeződött be a rendszerváltozás. Nem tudom, honnan a csodából vette ezt a köztársasági elnök úr. Miközben egyébként voltak érvényes mondatai, azzal meg egyetértek vele, hogy a rendszerváltozás legfontosabb mozgató ereje az két dolog, a nagyobb szabadság és a nagyobb jólét. Miközben nagyobb szabadság lett egy sor területen, ez a kormány korlátozta ezt a szabadságot, nem kiterjesztette, a többség pedig nehezen viseli a szabadság terhét, éppen azért, mert úgy érzi, hogy nem ér jobban, mint 90 előtt. Erre van egy fideszes válasz, szerintem egy romboló válasz. Azt tud a baloldalon, azt hiszem sikeres lenni, akire tud adni egy progresszív választ. Hogyan lehet egyszerre szabadságot is növelni, meg jólétet is növelni? Hogyan? Hát semmiképpen nem úgy, hogy kétségbe vonjuk az emberi méltóságot, a tisztességet, hogy különbséget teszünk származás meggyőződés alapján, hogy kevesek javára újraosztjuk a jövedelmeket, például egy kulcsos adóval és mással, hogy fenntartjuk azt az államrendszert, amely egyre inkább bezáródik a kedvezményezettek szűk világa felé. Ezzel szembe kell nyújtani, én szerintem, egy sokkal nyitottabb, demokratikusabb alternatívát, és megérteni, hogy Magyarország sortáján közvetlen állami szerepvállalás nélkül nem lesznek új munkahelyek. Ez kritika egyébként, azt gondolom, a rendszerváltozás alapvető liberális forgatókönyvével kapcsolatban is. Nem olyan erős ma Magyarországon a vállalkozói kedve, a kiszámíthatóság, a biztonság, hogy távoli vidékekre közvetlen állami segítség szerepvállalás nélkül oda menjenek és munkát teremtsenek. Márpedig, ha így van, akkor aktívabb, de átláthatóbb gazdasági szerepvállalást kell az állam részéről elvárni.